Sajtótájékoztatót tartott péntek reggel az Audi Hungária és a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara kamara központjában. A vállalat és a szervezet képviselői bejelentették, együttműködésben egy tudástranszferre épülő előadás sorozatot indítanak. A Pro Bono kezdeményezés keretében az Audi Hungária önkéntesen vállalkozó szakemberei előadások során mutatnak be a kamara javaslatai alapján különböző témákat. Ilyen lehet például, hogy is készítünk üzleti tervet, és azt hogy követjük. Milyen jelentősége lehet egy belső kommunikációnak, milyen elemekkel tudjuk támogatni munkatársaink összeköttetését. De akár beszélhetek itt minőségirányítási rendszerek kialakításáról, bevezetéséről, amely arról szól, hogy termékeink, folyamatainkat hogy tudjuk tökéletesíteni. A kamara elnöke üdvözölte a felkérést, ami beleillik a megyei iparkamara hitvallásába, hiszen a szervezet mindent elkövet a régió kis- és középvállalkozásainak fejlődéséért. Az Audi által nyújtott önkéntes szolgáltatás 28 évnyi tudást és tapasztalatot közvetít majd az érdeklődő cégek számára. Az elmúlt 28 évben fölhalmozódott egy tudás, megtanult egy csomó, vagy egy csomó nagyszerű magyar ember, hogy kell egy nagy céget üzemeltetni. Nagy tudásra tettek szert, és hogy odaadják nekünk, hogy gyertek ezt, mi magyarok is meg tudjuk tanulni, és segítünk nektek megfelelő kezeteket kis- és középvállalkozásoknak, hogy hogy tudtok közelíteni, hogy tudtok versenytársai lenni az 5-6 generációs nyugat-európai vállalkozásoknak, akkor ez egy óriási dolog. Részt vett a sajtótájékoztatón az Audi Hungária üzemi tanácsának elnöke is. Nagy György elmondta, büszke azokra a munkatársakra, akik az önkéntességnek ezt az új elemét kitalálták. Az üzemi tanács elnökeként büszke vagyok azon kollégáim kreativitására, nyitottságára, hogy e bizonytalan, folyamatosan változó környezetben olyan ötlettel álltak elő, ami a programot tovább színesíti, és lehetővé teszi, hogy egy új elem, ami miatt ma tulajdonképpen itt vagyunk, a tudástranszfer is részét képezze, adni jó, tenni jó programunknak. Az Audi Hungária októberi jó cselekedet hónapja keretében a Pro Bono program mellett további önkéntes lehetőségeket hirdetett. A régió intézményeivel közösen kijelölt projektekben például a Gézengúz Alapítvány épületének környékét tehetik szebbé, több idős otthonná végezhetnek kertrendezési munkálatokat, vagy vállalhatnak javítási munkákat többek között a győri állatmenhelyen is.